kosárlabda mérkőzéseket vívtak a nyíregyházi Sipkai Barna középiskolában. Előbb a lánycsapatok mérkőztek meg egymással, majd a fiúk mérték összetudásukat. Három nap alatt, három helyszínen közel 700 megyebeli általános és középiskolás sportoló mérkőzik meg egymással Nyíregyházán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei sportnapokon. A kosárlabdán kívül röplabda és labdarúgó bajnokságban versenyeznek a fiatalok, külön női és férfi kategóriában. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyermek és ifjúsági önkormányzat és a Központ Ifjúsági Egyesület már 8. alkalommal szervezte meg a megyei sportnapokat. Az eseménynek az a célja, hogy minél több olyan fiatal bevonásra kerüljön, akik vagy alapvetően űzik a különböző sportágokat, vagy csak alapvetően a sport szeretete miatt szeretnének ellátogatni egy ilyen eseményre. Nincsenek nálunk megkötve azok, hogy igazolt játékosok, amatőr játékosok, nincsenek nálunk megkötve azok, hogy csak különböző korosztályokban lehet játszani csapatokat, hanem tényleg, hogy egy intézmény úgy gondolja, vagy a testnevelő kollégák úgy gondolják, hogy szívesen összeállítanak egy-egy csapatot, akkor azt megtehetik. Akár profi játékosokból, akár amatőr játékosokból. A versenyen túl a rendezvény célja, hogy a megye csapatai és fiatalai jobban megismerjék egymást, illetve hogy népszerűsítsék a folyamatos testmozgást, az egészséges életmódot, valamint a különböző sportágokat. A megyei diák önkormányzat célja a fiatalok számára a szabadidő hasznos eltöltése, és ennek az egyik legjobb módja igazából a sport. Ezt szerintem bárki megmondja, és nagyon jó látni, hogy itt a fiatalok összejönnek, új barátságok szövődhetnek akár, és ellenfelek közt is látom azt az ismerősi viszonyt, ami fennáll. Tehát ez is egy módja, hogy összehozza őket. A versenyre a megyében működő általános és középiskolák, illetve sportegyesületek közel 30 csapata érkezett, megközelítőleg 20 intézményből, többek között Nyíregyházáról, Ibrányból, Kisvárdáról, Fehérgyarmatról, Nagykállóból, Újfehértóról és Tiszavasváriból.